Orbán Viktor miniszterelnök szerint a brüsszeli háborús pszichózis akár egy harmadik világháborúhoz vezethet. El kell felejteni az uniós kötelező sorkatonai szolgálat ötletét a kormányfő szerint. Manfred Weber tervét már az EP választások után elkezdenek megvalósítani. És meddig megy el a NATO? Milyen következményekkel járhat az oroszországi területek támadása? Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Üdvözlöm a kedves nézőket! Jan Kaspár vagyok. Ez a Láncreakció. Üdvözlöm a vendégeinket is a stúdióban. Kussai Sándor volt pekingi nagykövet, és Vukics Ferenc katonai szakértő. Lássuk, mit mondott a miniszterelnök tegnap. Lehet, hogy 10 év múlva a most zajló folyamatokra azt fogják mondani, hogy ez a harmadik világháború előeseményeihez tartozott, mondta Orbán Viktor a Patriótának adott vasárnapi interjúban. A miniszterelnök szerint nem zárható ki, hogyha a dolgok rosszra fordulnak és nem tudják megfékezni a Brüsszelben kialakult háborús pszichózist, akkor ezeknek az éveknek a története is egy nagy világháború első éveinek az epizódja lesz. A NATO főtitkár már arról beszél, eljött az ideje, hogy a szövetségesek megfontolják, feloldják az Ukrajnának adományozott fegyverek használatára vonatkozó korlátozások egy részét, mert ha megtagadjuk Ukrajnától annak lehetőségét, hogy ezeket a fegyvereket az orosz területen lévő legitim katonai célpontok ellen használja, az nagyon megnehezíti a védekezést. Jens Stoltenberg, a The Economics című brit heti lap online kiadásán megjelent nyilatkozatában egyben figyelmeztette Oroszországot arra a lehetőségre, hogy az Észak-Atlanti Szerződés 5. cikkelye a kollektív védelemről vonatkozhat egy NATO ország elleni komoly kibertámadásra is. Szerintem egy nagyon fontos interjúról van szó. Magyarországnak ki kell maradni a háborúból, szögezte le a kormányfő, de beszéljünk arról, hogy mi történne most szövetségi szinten, és mik azok a pontok, amelyek a világháború kirobbanása előtti időszakához hasonlítanak, mert erről van szó. Hát számos pont hasonlít arra az időszakra, hogyha akár az első, akár a második világháborút közvetlenül megelőző időket idézzük vissza, az egyik fontos dolog, hogy az európai részben az amerikai politikusok minimalizálják, csökkentik a világháború veszélyét, miközben sorra tesznek olyan lépéseket, amely az ellenfélből, ellenségből, hogyha már háborúról beszélünk, kiválthatnak radikális ellenlépéseket, egy valódi konfliktust, eközben úgy tesznek, mintha ez a veszély nem lenne, mintha a másik fél automatikusan az ő általuk elképzelt szabályok szerint játszana. Ez az egyik. A másik olyan jelenség, ami aggasztó nagyon, az a média felelőtlen hergelő szerepe, ami főleg a nyugat-európai, főleg a mainstream, a fősodratú médiákra jellemző, azok ugyanis minden új fejleményt, vagy minden eseményt arra használnak ki, hogy tovább gerjesszék a háborús, érzelmeket, dühöt. És ennek egyik része, ez is egy nagyon régi technológia, de sajnos nagyon veszélyes, az ellenfél démonizálása. Tehát megszemélyesítik az ellenfelet, ugye nem Oroszországgal vagy nekünk bajunk, hanem Putyinnal, és őt démonizálják. Ezek mind azok a pszichotechnológiai módszerek, amelyekkel föl lehet építeni egy háborút, egy háború előkészítését, az embereket rá lehet venni, hogy elmenjenek a csatatérre meghalni, mert egyébként az emberek általában ezt nem nagyon szeretik, nem nagyon szívesen mennek a csatatérre meghalni, hogyha nincsenek előtte fölhergelve. Ezt tartom én a két legveszélyesebbnek, de számos más veszélyes folyamat is zajlik. Ezredes úr, hogyan látja? Olyan érdekes látni, hogy miközben mondjuk a fősodratú nyugati sajtó a
nagykövet úr által említett hergelés üzemmódban van, addig ide-haza, amikor ugyanezeket elmondjuk, hogy amúgy milyen kijelentéseket tettek politikusok, elemzők, vezetők, vagy jelentős médiaforrások utána, mire hívták fel a figyelmet, és ugyanezt ide-haza elmondjuk, akkor azt úgy gondolják, hogy bizonyára csak a kampánynak a része lehet, és szinte ilyen homokba dugott fejjel próbálják elhitetni, hogy valójában ezek az események meg se történtek, ezek a nyilatkozatok el sem hangzottak, és hogy valójában nincs semmi, ami aggodalomra adna okot, mert az okos nyugat majd úgyis meg fogja oldani, és nem fog ez bekövetkezni. Ez itt megint csak egy nagyon veszélyes állapot, ez a saját belpolitikai helyzetünkben is egy veszélyes állapot, mert ugye tényleg éles ésszel és nagy figyelemmel kell a körülöttünk lévő eseményeket követnünk annak érdekében, hogy időben valamilyen úton módon lépni tudjunk. Tehát a legfontosabb az, hogy folyamatosan a kezünk a eseményeknek az ütőerén rajta legyen, és ne érjen bennünket meglepetés. Ugye az egyik veszélyes tényező, egy szikra a következő. Ugye az oroszországi területekről fogunk beszélni. Eddig a Pentagon azt mondta, hogy nem fogunk engedélyezni az, hogy a mi fegyvereinkkel megtámadjuk ezek a bázisokat, amik ott vannak Oroszországban. Jens Stoltenberg most a napokban azért itt másképp fogalmazott, természetesen az oroszok erre már azt mondták, hogy ez megtörténik, akkor ez jelentené a harmadik világháború kitörése. Hogyan látják? Én szerintem önmagában ez a eróziója, elmosása a katonai bevetési határoknak, ez önmagában veszélyes, mert lehetetlenné válik meghatározni azt a pontot, ami után már válaszcsapás jön. Tehát ha mindig a korlátokat elkenjük, akkor egyszer csak észrevétlenül is kiválthatunk egy válaszcsapást, ez az egyik. De van egy másik eleme is ennek, ezek az orosz területen lévő katonai célpontok elleni támadások, már itt az orosz területen azt értjük, ami 2014 előtt is orosz terület volt. Például a napokban, a múlt hét végén egy olyan ukrán dróntámadás volt, amely egy orosz stratégiai nukleáris rakéta kilövést érzékelő radart érintett. Ha én orosz vezérkar lennék, akkor ebben nem egyszerűen egy ukrán támadást látnék, hanem azt gondolnám, hogy a nyugati hatalmak biztatják Ukrajnát arra, hogy meggyengítse az én stratégiai védelmemet. És ez iszonyatosan kockázatos, mert ennek az lehet a válaszlépése, hogy az oroszok válaszul valahol egy nyugati stratégiai előrejelző radart szintén meglőnek, és abból nem csak Amerikában vagy Nyugat-Európában vannak, hanem máshol is, és így lépésről lépésre megint eljutunk oda, és sajnos Stoltenberg úr szavai ezeket a, hogy mondjam, szinte rémképbe élő lehetséges változatokat is megerősítik. Van egy másik térség, amely súlyos eszkalációt tudna eredményezni, az pedig a Baltikum. Beszéltük a láncreakció adásunkban erről a térségről már többször. Ugye lényegében ott egy újféle hidegháború zajlik, vannak kanadai, brit katonák abban a térségben, és most a Bloomberg közzétett egy mini dokumentumfilmen, amelyben azt állítják, hogy Oroszország ott, Baltikumban szondázza a NATO-t is, hogy ez nagyon veszélyes lehet, hogyan látja a lezredes. Hát egy másfél évvel ezelőtt is elhangzottak ugyanezek a megállapítások, döntő részében ez annak is a következménye, hogy ezekben az országokban jelentős mértékű orosz kisebbség él, és ráadásul ezt az orosz kisebbséget sok helyütt évtizedeken keresztül egyfajta másodrendű állampolgárnak tartották, hosszú időn keresztül még csak szovjet útlevelük is volt, mert nem kaphatták meg az adott országnak a útlevelét, most pedig ugye megkezdődtek a kiutasítások, különböző indokokra hivatkozva, még az is megtörtént, hogy második világháborús veteránokat utasítottak ki a végén az országból, akik amúgy ott születtek, ott élték le az egész életüket, és mégis távozniuk kellett az országból. Itt azt látjuk, hogy amellett, hogy a balti országoknak nincs jelentős hadereje, ők nagyon fel vannak attól bátorodva, hogy amúgy német katonák is ugye állomásoznak ezekben az országokban, tehát elosztották a különböző nagyhatalmak egymás között, hogy melyik balti országot
ki fogja majd támogatni. Kicsit a elosztásnak a formája hasonlít a második világháború előtti elosztáshoz. Nemrégiben felvetették annak az ötletét, a lengyelekkel ebből kapcsolatban megállapodtak, és folyamatban vannak a tárgyalások a románokkal, ebből mi kicsit hiányzunk, hogy egy úgynevezett drónfalat akarnak létrehozni az orosz területek és Európa között, tehát hogy a végén ezek a kelet-európai határterületek, ezek az országok végül is ilyen drón hadseregeket kell, hogy felállítsanak annak érdekében, hogy biztosítsák Oroszország irányából érkező csapásokat. Eddig is ők voltak a legvadabbak, ezután is ők lesznek, már csak az lenne rosszabb helyzet, hogyha a végén valamelyik vezetőjüket megválasztanák valami jelentős NATO vagy Európai Uniós vezetői pozícióra. Orbán Viktor miniszterelnök Patriotának adott tegnap interjújában arra is kitért, nagyon fontos állítás, idézem. Minden európai háború egyúttal polgárháború is, ugye ezt a kifejezést használták a nagy háborúra, az első világháborúra, ahol egymást írtjuk. A kalkulációk szerint 500 ezer és 1 millió közötti az áldozatok száma most úgy, hogy csak két szláv ország háborúzik. Ha arról beszélünk, hogy mi európaiak, főként mi Európai Uniós tagállamok, mi az Európai Unió polgárai is vagyunk, nem csak a saját hazánk polgárai. Mi itt az európai kontinensen egy civilizáció, egy kultúrkör képviselői vagyunk. Ha mi egymással háborúzunk, akkor az valójában egy polgárháború. És ez beláthatatlan következményekkel jár, éppen a saját kultúránkra, a saját civilizációnkra, a saját európai egységtudatunkra. Úgyhogy ebből a szempontból ez mindenképpen igaz, és természetesen nem is lehet, szerintem nincs is olyan matematikai módszer, amivel jól ki lehetne vetíteni, hogy mennyi áldozattal járhat ez. Most tényleg csak két szláv áram háborúzik, legalábbis formálisan, de ha ez a háború túllép Ukrajna határain, ha ez egész Európára kiterjed, akkor itt nem is tudom megmondani, hogy hányszoros szorzókkal lehet számolni az áldozatok számát. A mostani 500, 600, 800 ezer vagy 1 millió áldozatot, azt mennyivel kell megszorozni ahhoz, hiszen a második világháborúban 50 milliónál több európai pusztult el, akkor a mai technológiával, a mai fegyverekkel, a mai kapacitásokkal, és még akkor nem is kell az atomfegyverről beszélni, ennek a jelenlegi áldozatszámnak sokszorosa lehet, és az mind európai polgár lesz, európai ember lesz. Ez a szörnyű benne. Beszéljünk az első világháború előtti folyamatokról. Ugye nagykövet úr már említette, hogy az a közös, hogy volt akkoriban egyféle háborús propaganda, ami ugye úgy írta le a németeket, mint a szörnyekkel, és most ugyanaz folyik az oroszsal, de van egy másik elem, hogy sikerült valamelyik kiszorítani a diplomáciát, a külpolitikát, tehát egyre kevesebbet beszélnek egymással az államok, és egyre erőszakosabb a közbeszéd. Alezredes úr, egyetért ezzel? Így van, hát a dehumanizálásnak azok a legfontosabb feladata pont az, hogy amikor a dehumanizálás megtörténik, akkor azt mondjuk, hogy az ellenfelünk az annyira nem emberi magatartás alapján működik, hogy nem lehet benne egy másodpercig sem megbízni, azért nem kell foglalkoznunk a diplomáciával, mert majd a túloldalon lévők úgyse fognak betartani semmilyen szabályt, ezért ezt el is kell engedni, nem kell velük egy másodpercig sem foglalkozni. Amúgy egy 2023-as amerikai hadsereg által készített felmérés azt mutatja, azt jelzi előre, hogy napi 3500 áldozatot hozna, hogyha az Egyesült Államok és Oroszország között egy szárazföldi háború törne ki, ez a halottakat és a sebesülteket jelenteni egyben, ami azt jelenti, hogy néhány hét alatt teljesítenék azokat a számokat, amelyeket a 20 évig tartó iraki és afganisztáni háborúban produkáltak, tehát hogy ennek az intenzitása ennyivel lenne különb, és akkor még visszatérve erre, hogy 2000
hogy 1913-14-ben, hogyha nézzük, hogy mik voltak az újságcikkek, miről beszéltek, akkor elképesztő hasonlóságot mutatnak a mostani újságcikkek, és ugyanez van 38-39-ben is hasonló jellegű történéseket láthatunk, és még egy kicsit visszatérve az emberi veszteségre, nekem volt szerencsém belelátni azokba a vitanyagokba, amit a lengyelek készítettek a németekkel szemben követelt háborús jóvátétel kapcsán. Ugye abban ők belefogalmazták a városok elpusztítását, az emberek halálát, az elvesztegetett termelési kapacitásokat, azt az alkotóerőt, amit a lengyelek ugye belerakhattak volna egy nem háborús időszak során mondjuk Lengyelországnak az építésébe, de ez zajlott egész Európában. Tehát az a sok 10 millió ember, aki az első és a második világháborúban eltűnt, és erről is beszélt a miniszterelnök úr, hogy ez alapvetően felelős azért, hogy Európa most itt tart, a demográfiai válságunk ez a két világháborúnak is köszönhető, és hogyha még egy harmadik is bekövetkezik, akkor nehezen látjuk a kimenetet ebből az ügyből, miközben azt látjuk, hogy a szakértői csoportok döntő többsége úgy gondolja, hogy nekik van egy svájci bicskájuk, amivel minden gondot meg tudnak oldani, például a katonahiányt ők azonnal tudják pótolni migrációs háttérrel rendelkező fiatalok, hogyha az európai fiatalok fizikailag nem alkalmasak, majd a migrációs háttérrel rendelkező fiatalok lesznek az alkalmasak, de nemrégiben éppen egy ukrán professzor volt az, aki kifakadt a saját kormányára, aki szerint gyerekeknek nézik az embereket, mert azt hiszik, hogy ha nem néznek be a temetőbe Ukrajna szerte, akkor ne tudnák pontosan, hogy valójában mennyi is volt az áldozatoknak a száma Ukrajnában, és azokat az embereket folyamatosan negatív értékelésbe vonják, akik még mindig ott vannak Ukrajnában a saját minisztereik, miközben csak annyit beszélnek, hogy ő neki ki kell menni a harcére harcolni Európáért, de majd nem baj, utána ugye már több mint másfél éve tudjuk, hogy vannak tervek arra, hogy évente 350 000-500 000 bevándorlóval próbálnák majd Ukrajna lakosságát megnövelni, annak érdekében, hogy visszalépjen a népesség dinamika megfelelő irányba. Németeknél már látjuk, ahol azt mondják a zöld kutatók, hogy a zöld párthoz tartozó agytöröztök, hogy Németország már egy olyan ország, amely németekből áll, meg bevándorlókból, és ezért például a hadsereget is át kell alakítani teljes egészében, hogy ezt a sokszínűséget mutassa, mert a német hadseregnek olyan képet kell mutatni, amilyen amúgy a német társadalom magában. Igen, ez az ideológiai oldal ennek az egésznek, és akkor most folytassuk a gazdasági aspektusokkal. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Európa úgy sodródik bele egy háborúba, hogy az általa kitűzött katonai cél eléréséhez szükséges költségekről és eszközökről nagyságrendi becslése sincs. A magyar miniszterelnök szerint ez rendkívül felelőtlen dolog. Mint mondta, a háború stratégiája az volt, hogy az ukránok készen állnak a harcra, mi megadjuk nekik a pénzt és fegyvert, de arra eddig senki sem válaszolt, hogy ezekből mennyire lesz szükség az oroszok kiszorításához. Eközben az oroszok sikeresen átálltak egy hadigazdaságra. A brit Agytröszt Arászia háborúk természetéről című elemzésében éppen azt a megközelítést tartja hibásnak, amely szerint nagy mennyiségű fegyverarzenál felhalmazása által villámháborúval le lehet győzni Oroszországot. Mint írja, a megrázó háborúkhoz saját háborús művészetre van szükség, és erőközpontú megközelítéssel vívják őket, ám egy elhúzódó háború megnyerése a hatalmas ipari kapacitásban gyökerezik, amely lehetővé teszi a veszteségek pótlását a földrajzi mélységben. A katonai műveleteket nem a taktikai és a hadműveleti manőverek, hanem az határozza meg, hogy az állam képes-e pótolni a veszteségeket és új alakulatokat generálni. A legnagyobb valószínűséggel az az oldal nyer, amely elfogadja a háború elviselhetetlenségét és az ellenséges erők megsemmisítésére összpontosít, nem pedig terepszerzésre. Igen, tehát itt az a legérdekesebb, hogy egy új típusú háborúban van dolgunk. Tehát itt talán nem az a lényeg, hogy a terepszerzés a lényeg, hanem az, hogy egy erős gazdasággal, iparral ki lehessen fárasztani az ellenfelet. Nagykövet úr, hogyan látja ezt?
Egy pillanatra tegyük félre a közvetlen katonai részt, ezt szerintem ezredes úr nálam jobban érti. Nem teljesen új szerintem ez a háború ebben a tekintetben. Az első világháború ugyanilyen felőrlő, kimerítő háború volt. A második világháború az egy más jellegű, az egy manőverező háború volt, ott nagy átkarolások és egyebek voltak. De amire én itt koncentrálni akarnék, az egy másik dolog, a gazdasági elem. És ez pedig az, hogy nagyon sok táblázatot láttunk sok magyar elemző műsorban felvonultatni, hogy az Európai Uniónak meg a NATO-nak mennyivel nagyobb a GDP-je, mint Oroszországé, mennyivel nagyobb a rendelkezésre álló pénzmennyiség, és így tovább. Csak ezzel egy óriási probléma van, ez figyelmen kívül hagyják ezek az összehasonlítások a nemzeti össztermék szerkezetét. Európában, Amerikában ez a hatalmas GDP, ez jó rész szolgáltatásokból, pénzügyi tanácsokból, banki szolgáltatásokból, és sok egyéb más nem termelő, nem materiális ágazatból jön össze. És hogyha összevetjük az orosz gazdaságot ezekkel az európai gazdaságokkal, akkor a különbség egyáltalán nem olyan nagy, mint első nekifutásra látszik, ugyanis az oroszok nemzeti össztermékében még mindig az anyagi javak termelése, az ipar dominál. Innen jön az a fontos, vagy ezért nagyon fontos az a megállapítás, amit a brit elemző tesz, hogy valójában az számít, hogy ki mennyi materiális eszközt tud, és ki mennyi embert tud mozgósítani. Nem pénzek háborúznak, tehát hiába van nekem hatalmas GDP-m és hatalmas költségvetésem, negyed dollárosokat az ellenfélhez vágva nem fogom megnyerni a háborút. Nem negyed dollárosokra, hanem lövedékekre, tankokra és minden egyébre van szükség, amihez viszont ipar kell. Ha nincs acélgyártásom, ami most például Németországban nagy probléma, akkor bizony a harckocsi gyártással is gondjaim lesznek, bármennyire is szeretnék sok harckocsit gyártani. Tehát itt a strukturális különbségek okoznak egy sor különbséget ebben a kimerítő háborús folyamatban, és itt nem egyszerű csak szép statisztikai táblázatokat mutogatni egymásnak, mert könnyen porul járhatunk. Igen, tehát itt lényegében arról van szó, hogy az amerikai GDP azért nagyon magas és hatalmas, mert benne van a tanácsadó cégeknek az eredménye, az ügyvédeknek, az orvosoknak az eredménye, de hát az oroszoknál ugye ott van, tehát strukturálisan magas arányban ott van az acélgyártás, a nehézipar, és akkor talán azért van az, ugye ezt nemrég a Sky News hozta le, hogy Oroszország háromszor gyorsabban gyárt tűzérségi lövedékeket, mint Európa és az Egyesült Államok. Annyira, hogy a végén most az Egyesült Államokban dél-koreai lövedékekkel gyakorolnak az amerikai tüzérek, mert a saját készleteik is jelentős részen megcsappantak, és ezek ugye átirányításra kerültek Ukrajnába, és ezeket még nem sikerült olyan mértékben visszapótolni, mint ahogyan azt szerették volna, hogy az attríciós felörlő háborúnak ugye pont ez a lényege. Amikor arról beszélünk, hogy a Clausewitz annak idején elmondta, hogy háromféleképpen lehet háborút nyerni. Az egyik az, hogy elfoglaljuk a területét teljes egészében, ezt láthattuk annak idején, hogy a hadsereg teljesen nem számolódott föl a szerbek esetében az első világháborúban, a végén Korfu szigetére mentették ki a hadsereget, viszont a terület elfoglalásra került. Tehát az egyik forma a területnek az elfoglalása, a másik forma az a hadseregnek az elpusztítása, tehát a velünk szemben álló haderőnek az elpusztítása. Ilyenkor nem arra összpontosítanak elsősorban, hogy mennyi a területi nyereség, hanem belekényszerítik az ellenfelet olyan megoldásokba, amelyek a végén jóval nagyobb veszteségeket szenvednek, mint a mondjuk egy támadó fél. A harmadik lehetőség pedig ugye a lakosságnak a megtörése, az ellehetetlenítése, az, amivel még ebbe az irányba el lehet jutni, és most ugye Vernishinnek az anyagáról van szó, amelyik ugye a Rusi által készített anyag, amelyik felhívja a figyelmet nagyon egyszerűen arra, hogy a nyugatiak
azt gondolták, hogy a modern háború elméletével meg fogják törni a hagyományos háború elméletében gondolkodó oroszokat, de jól látható módon ez nem jött be az orosz-ukrán háborúban, nincsenek nagy manőverek, valójában ez a felörlő típusú háború zajlik, az alegységekkel, egységekkel, nagy manővereket, tehát az emberi anyaggal nem hajtanak végre már. Az oroszok rájöttek arra, hogy a tűz manőverek azok sokkal könnyebben koordinálhatók, mint a tűz, és az alegységekkel végrehajtott manőverek, mert sokkal nagyobb a kockázat benne, nem vállaltak ekkora kockázatokat, és 5-6-szor nagyobb tüzérségi kapacitásokkal igazából kikényszerítik azokat a megoldásokat, amelyek lépésről lépésre hátrébb szorítják az ukránokat. És úgy tűnik, hogy koherens stratégia sincsen, hogy a The American Conservative című lap arról ír, hogy a Biden kormánynak és európai társainak nem sikerült megfogalmazniuk ennek a háborúnak a végjátékát, ugye, tehát csak nem ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a nyugat nem tud mit tenni, hanem hosszabb távon, tehát lehet, van több forgatókönyv, és nem tudják, hogy hova fogunk kijutni. Tehát ők azt állítják, hogy 3 évvel a konfliktus után a nyugati tervezés továbbra is stratégiailag elmaradott. Mit gondol erről? Ez az utóbbi időszak, mondjuk az egypólusú amerikai világ időszakának egy jellemző amerikai hibája. És láthatóan Amerika ebből ma sem jött ki. Nincs kimenet tervezés, nincs meg az a tervezés, hogy jó, győzünk. Győztünk Irakban, győztünk Afganisztánban, győztünk Líbiában. Mi a megoldás? Mi a végcél? Mit fogunk ott csinálni, ha győztünk? És ennek az a következménye, hogy kisebb-nagyobb áldozatokkal elért háborús győzelmet az Egyesült Államok valójában nem tudott konkrét eredményekre váltani. Na most ez az ukrajnai háború ismét ezt a példát mutatja. Persze, ha leszámítjuk azokat a radikális, Amerikából még nem nagyon hangoztatott, de ugye az európai politikusok által már megfogalmazott célokat, amelyeknek meg a realitásával vannak óriási kérdőjelek. Ugye az ész miniszterelnök asszony a hétvégén bejelentette, hogy a háborúnak úgy kell véget érni, hogy Oroszországot 13-15 országra felosztjuk. 16 országra felosztjuk. Na most ez már egy stratégiai cél, tehát itt már ez úgy tűnik, hogy ez itt már megvan fogalmazva, hogy hova akarunk eljutni. Csak ezzel meg az a baj, hogy ez én szerintem egy nukleáris hatalomnak a felosztogatása, ez finoman szólva sem egy bölcs gondolat, mert ez könnyen mindannyiunk halálával végződhet. De az amerikai politika még ilyen célt se fogalmaz, meg nincs vége, nincs végcélja a történetnek. Uraim, most tartunk egy rövid szünetet, azután folytatjuk Orbán Viktor tegnapi interjúja elemzését. Folytatódik a Lánc reakció adása, vendégeim itt a stúdióban továbbra is Kusai Sándor és Vukics Ferenc. Lássuk a következő témánkat. A háború rengeteg pénzébe kerül a tagállamoknak, miközben az európai gazdaságok is megsínylik. A miniszterelnök szerint iszonyatos veszteségeket szenvedünk el, már most több százmilliárdos gazdasági hátrányt szenvedett el Európa. Orbán Viktor rámutatott, az emberek is fizetnek a háborúért, amikor bemennek a boltba, mert békeidőben nem szoktak ilyen árak lenni. Mint mondta, a háborús légkörben felmennek a hitelkamatok, az energiaárak, a szállítási költségek, a vállalkozók óvatossá válnak, mert nem fejlesztenek, ezt mindenki megfizeti. Így még Magyarország is finanszírozza a háborút, pedig mindent megtesz azért, hogy kimaradjon, hangsúlyozta Orbán Viktor. Az európai gazdasági és pénzügyi nehézségek terén a legfrissebb hír, hogy az amerikai pénzügyminisztérium vezetője keményebb szankciókkal fenyegette meg az európai bankokat az Oroszországban végzett munkájuk miatt, számolt be a Reuters. Jené Ilen azt mondta, hogy az oroszországi üzleti tevékenységeket folytató bankokkal szembeni szankcióink esetleges szigorításán gondolkodnak. Ilen a Reutersnek adott interjúban nem volt hajlandó konkrétumokat közölni. Joe Biden amerikai elnök új, másodlagos szankciós hatósága felhatalmazza a pénzügyminisztériumot arra, hogy elzárja a bankokat az Egyesült Államok pénzügyi rendszerétől, ha kiderül, hogy segítik az orosz és más szervezetek elleni elsődleges szankciók megkerülését.
A lezre és hová juttatják a szankciók, a háború finanszírozása és a fegyverkezés kontinensen, tehát így lehet erről mondani. Most azt látjuk, itt a főleg az utolsó hír is ezt igazolja, hogy a nyugati vezetők fel vannak teljes mértékig készülve arra, hogy amúgy kivonják a képletből minden olyan szereplőt, aki esetleg velük valamilyen szinten nem ért egyet. Tehát olyan háborús szabályokat fognak itt most meghatározni, amit majd kötelező lesz követni mindenkinek, és akik nem követik, azokból gyorsan közellenségeket lehet gyártani, és ezeket a közellenségeket amúgy nagyon gyorsan anyagilag is, erkölcsileg is el lehet majd lehetetleníteni. Tehát ezek a szabályoknak a döntő része igazából oda vezet most ugye. Fő cél az, hogy mindenképpen bebizonyítsák, hogy azért nem sikerülnek az ukrajnai események úgy, ahogyan ők szeretnék, mert Kína folyamatosan kettős felhasználású termékekkel támogatja az orosz gazdaságot, amelyek mind katonai, mind civil felhasználásra alkalmasak, és miután ő ezt nem próbálja korlátozni, emiatt valójában Kína felelős a nyugati sikertelenségért, ezért nekik mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a kínai cégeket és az a kínai cégekkel kapcsolatban lévő nyugati cégeket azokat folyamatosan vegzálják, illetve ellehetetlenítsék. Úgy tűnik, hogy teljesen végig akarják vinni a folyamatot. Nem látszik az, hogy itt valahol meg akarnának állni, akár Oroszország után meg akarnának állni. Látszik, hogy mindenképpen az Európát le akarják választani teljes egészében a kínai gazdaságról is. Tehát már az orosz gazdaságról való leválasztás is óriási károkat okozott. Itt, amikor arról beszélünk, hogy voltak olyan gazdaságok, amelyek mínuszba fordultak az elmúlt évben. Mindenki gondolja végig, hogy ezek a gazdaságok 3-4-5%-kal is nőhettek volna stabilan, ki melyik, hogyan. Nem csak arról volt szó, hogy mínusz százalékok jöttek létre, hanem a elmaradt gazdasági növekedések is eltűntek. Ebben, hogyha ez megtörténik a kínai gazdaság esetében, valószínűleg egy újabb nagy, komoly csapásként fogja érni az európai gazdaságokat. Miközben pedig mindenképpen fegyverkezni akarunk, drónfalat akarunk építeni keleten, óriási mennyiségű embert akarunk bevonni a lakosságból katonának, vagy tartalékosnak, vagy sorkatonának, ezek az emberek mind hiányoznának a gazdaságból hosszú időn keresztül, tehát olyan megterhelések érnének, és akkor itt visszatérnék arra, amit Mário Draghi nemrégében egy beszédében elmondott, hogy teljesen újra kell strukturálni Európát, újra kell értelmezni, tudomásul kell venni, hogy ezt egy központosított állammá kell tenni, itt például a védelmi beszerzéseket is közösség kell tenni, 3-4-5-6 nagy gazdasági szereplőre van szükség Európában, mert az amerikaiak is azért sikeresek, meg a kínaiak is azért sikeresek, mert a piacoknak a döntő részét nagy szereplők fogják le, és természetesen mindenhez a végtelen mennyiségű hitelt kellene felvenni Európának, tehát hasonlóképpen el kellene adósítani a magát, mint ahogy az Egyesült Államok teszi, de ott se tudják pontosan megmondani, az a bizonyos X nap, vagyis, hogy az a nap, amikor már az Egyesült Államok semmilyen utamódon nem tudja finanszírozni tovább a saját tevékenységét, az mikor következik el? De úgy tűnik, hogy egy ilyen X napba bele akarják kényszeríteni Európát is. És ha már megterhelésről beszéltük, az ukrán pénzügyminisztérium nagyon érdekes adatokat közölt. Ugye ezt tudjuk, hogy Ukrajna úgy folytat háborút, hogy hát államcsőd szélén van, vagy már... technikai államcsődben van. És most 2024-ben több mint 23 milliárd eurót kell törleszteni az államadósságából. Csak márciusban 6,5 milliárd euróval nőtt Ukrajna államadósága, 2050-ig Kijev 8,5 milliárd hívnya adósság törletését tervezi, de a számadat nem veszi figyelembe az ország jövőbeni új hiteleit. De van egy kis ötletem, ezt mi fogjuk fizetni, nem? Előbb-utóbb mi fogjuk fizetni. A történet már most arról szól, hogy valójában Ukrajna csak azért nincs államcsődben, mert mi folyamatosan fizetjük. Részben támogatásként, részben közvetlenül nyújtott hitelekként, vagy a nemzetközi pénzügyi szervezeteken, a Világbankon és a Nemzetközi Valuta Alapon keresztül nyújtott hitelekkel, de hát ezek valójában a nyugati világ pénzei. De itt van egy még rosszabb dolog, ami itt kilátásban van, mert nagyon úgy mutatkoznak a dolgok, hogy ha azt mondja, hogy 24-ben több mint 23 milliárd eurót kell Ukrajnának törlesztenie,
És akkor kiszámoljuk, hogy az Európai Unió legutóbbi döntése szerint 24-ben Ukrajna 12,5 milliárd eurónyi európai támogatást kap. Ez nagyjából egy kicsit több, mint a fele annak, amit Ukrajnának vissza kell fizetni. Tehát mi neki adunk támogatást, amiből ő visszafizeti a hiteleit, amit egyébként az Európai Unió meg Amerika nyújtotta neki, meg a Világbank. Tehát a pénz forog körbe-körbe, fizetik a hiteleket, felveszik az újabbakat, és ennek a nagy körforgásnak az egyik fűtőeleje, vagy egyik fogaskereke az az ukrán katonák halála a fronton. Ez egy erkölcsileg finoman szólva is vitatható megközelítés, de a pénzkörforgás az normálisan működik. És még egy dolgot ehhez hadd tegyek hozzá, ami azért is nagyon érdekes, mert ilyen mennyiségű pénzeknek a mozgása az ukrán államadósság tulajdonképpen folyamatos fenntartása a nyugati pénzekkel, az érthetővé teszi, hogy ezt még az Egyesült Államok meg a vezető európai országok sem akarják a saját zsebükből fizetni, és akkor így jobban értjük, hogy miért folyik a G7 pénzügyminiszteri tanácson az arról a szó, hogy Oroszország lefoglalt vagyonát el kell venni, mert akkor nem abból kell fizetni, ami a saját pénzünk, hanem az oroszok elvett vagyonából. Csak a senki nem gondolja végig, illetve valószínűleg végig gondolják, csak nem foglalkoznak vele komolyan, hogyha ezt egyszer meg lehet csinálni, akkor az arab országok, a kínaiak és más országok vajon mennyi pénzt fognak nálunk állomásoztatni, ha ennyire nem bízhatnak meg bennünk, hogy azt bármikor elvehetjük. És akkor innentől újra a pénzkörforgásnak egy másik hibás köre, egy csődhöz vezető köre jelenik meg. Lefogálni a golfáramlat. Tehát az a pénzügyi golfáramlat lefogálni, és egy új szerkezetű bolygó jön létre. Most utolsó témák, lássuk, mit mondott Orbán Viktor a háború terjedéséről. Nem terjedhet tovább a háború. Meg kell fékezni, kudarcnak kell minősíteni minden fegyveres konfliktust. Szögezte le Orbán Viktor. Hangsúlyozta, ha mégis kitört a konfliktus, akkor azonnal izolálni kell. Elszigetelni, lezárni, limitálni és tárgyalni, nem pedig beleugrani, nemzetközivé tenni, mögé állni és fölnagyítani. Hozzátette, a világháború szélén egyensúlyozik a nyugati világ. A miniszterelnök megismételte. A jövő zenéje, hogy egy tényleges NATO által vezetett Ukrajna misszióból hogyan kell kimaradni. A NATO alapvetően egy védelmi szövetség, amelyben a tagok kölcsönösen megvédik egymást egy támadás esetén. Most azonban nem ért támadás NATO tagállamot, mondta a miniszterelnök. Abból kell kimaradni, hogy a NATO akar előre mozdulni. A kormányfő a franciák jogi megoldásait figyeli, illetve hogy milyen megállapodásokat lehet kötni, és leszögezte. Meg fogják találni ezt a megoldást is. Hangsúlyozta, a NATO-ban is ki kell tartani a béke mellett, és meg kell akadályozni, hogy Magyarországot a háborúba kényszerítsék. Hát védelmi szövetség, igen, de akkor felmerül az a kérdés, hogy mit csinál a NATO épp? Hát már korábban, ugye egy jó másfél-két évvel korábban én felvetettem azt a kérdést, hogy vajon mit csinál Stoltenberg. Tehát annak a szereplőnek, akinek meg kellett volna testesíteni magát a NATO-nak az egységét, és amikor folyamatosan arról beszéltek, hogy nem a NATO országok fognak itt fegyvereket szállítani, hanem egyes NATO tagországok saját döntésen belül szállítanak fegyvereket, odáig eljutottunk a végén, hogy a NATO által koordinált fegyverszállításokról és egyebekről, illetve Ukrajnán belüli NATO misszióról kezd el mindenki beszélni, és ráadásul ugye az elmúlt napoknak egyik történése, hogy ugye ő maga szólalt fel annak érdekében, hogy a nyugati államoknak nem szabadna lekorlátozni az odaküldött fegyvereknek a felhasználását. Ez mind azt mutatja, hogy valahogy ez mégsem egy védelmi szövetségként működik, és az látszik még, hogy Európa nagyon meg van ijedve a novemberi választásoknak az eredményeit, lehetséges eredményeitől, és már erre megpróbálják felkészíteni magukat, és egy ilyen válságüzemmódban próbálnak kapkodni katonák, fegyverek, lőszerek, jogi eljárások és sok minden egyéb iránt, amivel egy kicsit ezt a komprádol elitet ki lehetne menteni a szorult helyzetéből, de tudomásuk kell venni, hogy ennek az elitnek az ideje nagy valószínűséggel itt lejárt. Az amerikai meg a brit sajtóban
illetve az európai sajtóban is sok helyütt felmerül az a gondolat, hogy valószínűleg ez az választás lesz az utolsó, ahol még az amerikaiak, meg az európaiak eldönthetik, hogy mit akarnak kezdeni a jövőjükkel, mert az elkövetkező időszakokban, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor egyre kevésbé a valószínű az, hogy a saját kezünkben tarthatjuk a sorsunkat. Össz-európai hadsereg. Tegnap a magyar kormányfő világosra tette, Magyarország nem fog részt venni ebbe, elutasítjuk ezt az ötletet, sőt, Orbán Viktor őrült ötletnek nevezte az összeurópai hadsereget, ugye a kötelező besorozás. Mi nem akarjuk, hogy valaki más dönthessen a mi katonakorú fiataljunknak a bevetésről ide-oda vezénylésről. Tényleg ennyire elszaladt a pokol Brüsszelben, hogy ilyen ötletek jönnek? Hát a választások előtt már Frebe azt mondta, hogy a választások után be lehetne vezetni egy olyat. Hogyan látja? Igen. A számos, nagyon sok európai politikusnak egyszerűen elgurult a gyógyszere. De nem véletlenül gurult el. Ők meg vannak győződve, hogy ezekkel a propagandaszövegekkel szavazatokat lehet szerezni a választáson. Lehet hergelni a lakosságot, és így ők több szavazatot kapnak, mint az ellenfeleik, a politikai ellenfeleik. Tudom, hogy nem illik egy ilyen elemző műsorban személyes elemet behozni, de én most mégis megteszem. Kettőt, két személyes elemet. Orbán Viktor azt mondta, hogy a diplomácia célja, hogy megakadályozza a konfliktust, illetve a konfliktus elkezdődik, akkor minél hamarabb leállítsa, és megpróbálja az ellentmondást megoldani. Én ezt tanítom az egyetemen diplomáciai válságkezelés tantárgyból. Ez tényleg így van. Az a célja a diplomáciának, hogy megakadályozza, hogy háború legyen. Ha nem sikerül, akkor meg minél hamarabb leállítsa, és minél hamarabb megoldja. Ez egy tudományos ismeret, és az európai diplomácia, az amerikai diplomácia az utóbbi két évben pont ezt rúgta föl. Az alapszabályait sérti a szakmának az, ami történik. Ez az egyik. A másik személyes elem. Én nem ismertem az egyik nagyapámat soha. Az én nagyapám a keleti fronton halt meg. Én azért nem ismertem. A édesanyám 6 éves volt, amikor nagyapám meghalt. És az, hogy ő a keleti fronton harcolt, az nagyon kis részben volt magyar döntés, az német döntés volt. És én kikérem magamnak, hogy az én családtagjaimról megint bármilyen német politikus vagy tábornok döntsön, hogy hova mennek meghalni. Ebben teljesen igaza van a miniszterelnöknek. A másik nagyapám Isonzóban sebesült meg, ahova a német-osztrák-magyar szövetségbe ment harcolni az első világháborúba. Én nekem a családi történetem arról szól, hogy soha többet, semmilyen körülmények között németek ne döntsenek arról, hogy milyen magyart hova soroznak be, és hova küldik harcolni. Se uniós, se más álca alatt nekünk ebből az én családomban végérvényesen elegünk van. Alezeredes úr, egy percünk maradt, hogyan lehet? A torik is így szeretnének választásokat nyerni. A brit miniszterelnök nemrégiben bejelentette, hogy a sorkatonai szolgálatot ők is visszavezetnék, vagy ahogy a nők régebben mondták, a nemzeti szolgálatot visszavezetnék. Az egész kijelentésében még inkább őrültebb, hogy kimondta, hogy alig várja a pillanatot, hogy a két lánya is részt vehessen ebben a szolgálatban. És ugye visszatérve akkor a németekre, ugye a Manfred Webernek a legfőbb ötlete az, hogy itt modern világ van, modern pillanatokat és gondolatokat kell megélnünk, és ebben az, hogy egy háború esetében csak fiatal férfiakra gondolunk, az tévedés, a nőknek is ugyanúgy részt kell venniük egy ilyen feladatban, tehát sorkatonai szolgálatban, és emellett pedig a háborúknak a megvívásában idáig jutott Európa. Uraim! Nagyon szépen köszönöm az elemzést, hogy itt voltak velünk, ez egy nagyon tartalmas beszélgetés volt. A kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, Nádori Teodor a felelős szerkesztő nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. A viszontlátásra, a viszonthallásra.